A Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Kátai díjat adományozott Andrássyné Köntés Gabriella részére. 1981-ben szerzett egészségügyi szakközépiskolai képesítést, majd a kórházban helyezkedett el. 1981-ben kezdtem itt dolgozni a kórházban, a patológiai osztályon, mint szövettani asszisztens. Még akkor nem szakképzett, de ezt a szakterületen kezdtem el dolgozni, és végig a patológián dolgoztam. Szóval úgy volt, hogy a fülorgégészeti osztályra megyek ápolónőnek dolgozni, és fölajánlották ezt a lehetőséget, hogy a patológián szövettani asszisztensként kezdhetném. És így elgondolkodtam rajta, és megpróbáltam, és nem bántam meg, hogy így döntöttem. Nagyon szerettem csinálni, meg szerettem. Igaz, hogy tényleg háttérmunkások vagyunk, de nagyon sok embernek tudunk így segíteni, beteg embernek. Nagyon kevesen ismerik ezt a szakterületét az egészségügynek, de egy nagyon szép szakterülete ez is. Beteg embereken tudunk láthatatlanul segíteni, mert egy szövettani diagnózis nagyon sokat jelent. A további kezelések, az ápolások és a gyógymódok kiválasztásában. 1988-ban laboratóriumi szakasszisztens, majd 1993-ban szövettani szakasszisztens képesítésen gyarapította tudását. Az orvos kollégák adnak szövettani leletet, mi előkészítjük a kapott mintákat olyan állapotban, hogy ezek vizsgálhatóak legyenek mikroszkóppal, és az orvos kollégák fogják a végleges diagnózist megadni a betegellátó osztályoknak, a kérő orvosoknak, hogy a továbbiakban tudjanak ezzel kapcsolatban gyógymódokat, kezeléseket, további. Több éven át a patológiai csoportvezető asszisztenseként látta el feladatait. Kikapcsolódást mostanában már a három unokám jelenti, akik igaz, hogy messze vannak, de azért találkozgatunk, és akkor velük kapcsolatos minden mese, játék, minden. A legnagyobb Rebeka 5 éves, a középső Bence 3, és a legkisebb Márton, ő pedig 1,5 hónapos. Hát akkor ő azt gondolom, hogy ő most a kedvenc, bár azt szokták mondani a nagyik, hogy egyik unoka sem kedvenc, mindegyiket egyformán szereti. Egyformán szeretjük mind a hármat. Igen, nem lehet különbséget tenni. Egyiket ezért, másikat azért, a legkisebbet meg, hogy a legkisebb most.